1700-ban hatatüzen Péter cár Svédországnak, és 1703-ra kiszorítja őket a Néva torkolatvidékéből, és megalapítja, amit később Szentpétervár néven ismerünk, Oroszország fővárosát. A lényeg a geostratégiai helyzet, egy olyan város, egy olyan hadállás megalapítása, amely hivatalosan is ablaka Oroszországnak Európára. A 20. századból több évtizeden keresztül a balti államok részei a Szovjetuniónak, nagyon csúnya történet, marha vagonokba tízezer szám viszik őket, vélt vagy valós okok miatt többnyire koholt vádak alapján Szibériába. A KGB-s, illetve a katonatisztek imádják nyugdíjas korukba a Baltikumot, ezrével telepednek le Rigába, Tallinnban. De az utóbbi években, és különösen az ukrajnai válság óta folyamatosan nő a politikai, illetve a katonai feszültség a Baltikum és Oroszország között. Oroszország számára a külső befolyási övezet az nem Ukrajnával végződik, hanem Ukrajnával kezdődik. És a Baltikum érzi az orosz medve lehelletét. Itt meg kell különböztetnünk a különböző államokat. Beszéljünk a legveszélyeztetettebbről, Lettországról, ahol a lakosság 40%-a orosz, sőt maga a főváros, Riga, többségében orosz etnikumú lakossággal rendelkezik. Gyakorlatilag itt az elmúlt egy-két évtizedben, különösen az EU csatlakozás után egy komoly kiáramlása történt a balti fiatal népességnek. Sokkal inkább a tőzsgyökeres etnikai baltikaiaknak, és kevésbé az orosz ajkúaknak, akik úgy megvoltak így Oroszország árnyékában, és azt kell mondani, az idő nem a baltiaknak dolgozik, az orosz etnikum részaránya, mintha fokozatosan növekedne. Szociológiai kutatások mutatják ki, hogy az orosz etnikum inkább az orosz csatornát nézi, inkább hisz annak a narratívának, amelyet Moszkva közvetít felé, és ebben az értelemben egy éles helyzetben inkább odaugrik. Ellentétben azzal, amit az emberek gyakran elképzelnek, egy orosz megszállás, befolyás növekedés, az nem úgy zajlik, mint a 20. században, egyszer csak bepöffentik, begyújtják a T-72-es tankot és bevonulnak, hanem itt már a hibrid háborúnak, a háború és a béke elfolyós határvonala mentén zajlik a befolyás növelése. Gyakorlatilag látjuk a médián keresztül, a hamis híreket gyártó honlapokon keresztül befolyás növekedést, ahol már hadüzenet nélkül megy a behatolás, látjuk Macron esetében és a francia elnök választásnál is a kiber beavatkozást. Hát azt látjuk, hogy mind Lengyelország, mind az északiak, mind a baltiak meredeken növelik a védelmi kiadásaikat. Minden országok már a GDP arányosan 2% fölött vannak a hadi kiadásokba, és ezeket az erőket már kimondottan a kiber, illetve nem kiber, hanem hibrid hadviselés ellen készítik fel. A Baltikum nincs magára hagyva, bár Trump a kampányában igenis erőteljesen érzékeltette, hogy ő tőle aztán nyugodtan, tehát nyugodtan az orosz medve megkóstolhatja őket, de most már azért Washingtonban is átalakultak az erőviszonyok. Európában kialakult egy észak-európai biztonságpolitikai tengely, gyakorlatilag London, Stockholm, Varsó
és a balti államok koordinálják már harmonikusan a biztonságpolitikai lépéseiket. Az orosz medve ingerülten figyeli a csapattelepítéseket, nem tekinti félvárról, nem is feltétlenül azt az 1-2-3 ezer katonát, amelyet oda telepít a NATO, hanem rendkívül zavarja a Lengyelországba és Romániába telepített úgynevezett rakétavédelmi bázis, amelyet az orosz stratégák kettős funkciójúnak neveznek, tehát az rendben van, hogy elfog rakétákat, de lehet onnan cirkáló rakétákat indítani is, tehát rakétabázisnak is tekintik. Iskander típusú taktikai nukleáris csapásra alkalmas rakétákat telepítenek mind a Kaliningrádi körzetben, mind Románia közelébe. Az északi államok, Lengyelország és a Baltikum GDP-je meghaladja Oroszországét, viszont a védelmi költségvetésük összességében mintegy 40 milliárd dollárral a felét teszik ki Oroszországénak. Viszont vannak köztük NATO tagállamok, és vannak amely semleges, például Svédország. Svédország az utóbbi hónapokban bejelentette a sorkötelezettség visszaállítását, és azt is bejelentette, hogy egy stratégiai fekvésű szigetre csapatokat telepít.